A Budaörsi Sakszon Ferenc kórus műsora következik. A kórust 1984-ben Sakszon Ferenc alapította és 25 évig vezette. A Karnagyi Bálcát halála előtt egy évben, 2010-ben átadta fiatal helyettesének Krasznai Gáspárnak. A kórus tisztelete és szeretete jeléül felvette alapító karnagyának nevét. Az elhangzó művekről következik egy rövid ismertető. Kacsó Pongrác egyetlen mise töredéke csak kéziratban maradt fel. 1917-ben kezdte komponálni édesanyja, a magyar örmény származású Lukács Rozáli halálának hatása alatt. A szerző a Kirie tételt alig fejezte be, a Glória tételt pedig a kéziratban fennmaradt vázlatok alapján Kecskés Balázs zeneszerző rekonstruálta a Budaörsi Örmény Nemzetiségi Önkormányzat felkérésére. A további tételek zenei anyaga teljesen vázlatos formában maradt ránk. Az első két tétel ősbemutatója 2014. decemberében volt Budaörsön a Sakszon Ferenc kórus és a Szuvenír együttes előadásával. Kacsó Pongrác Szent Rozália miséjéből tehát a Kirien és a Glória tételek hangzanak el. Közreműködik a Szuvenír együttes orgonák kísér Sárosi Dániel, vezényel Krasznai Gáspár. Thank you.
dr. Juhász Lanci Balmin lencés szerzetest és magiszter Ján Moravec elnök urat fogadják el Farkas András polgármester ajándékát. Kérem valamennyi éneklő kórust, hogy fáradjon a színpadra, hiszen hamarosan következik az Oscar. Kedves vendégeink, szívesen fogadjuk adományaikat, a bejárat mellett álló cserkészet kosarában helyezhetik el felajánlásaikat. Figyelmükbe ajánlom, a holnap délután 5 órakor a Klotildiget és Itália templomban tartalmú koncert szereplői. Fellép a Billis Szent Iván vegyes kórus, az Áhonyi Főnix kórus, az Örök Iszkű zenebarátok kórusa, a Vox Hyundai pártjaikkal, valamint a Juventus Templát ifjúsági vegyes kar Szerbiából és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem információs technológiai és bionikai karának ifjúsági énekkara. Zenei napok szignálja Harmad Artúr 150. zsoltárának fő témája, az orgonát Urbán Péter játszik.
kedves vendégeink, köszönjük figyelmüket, a mai koncert véget ért. Holnap is várjuk Önöket sok szeretettel a Klotilde Egyetemi Plébániatemplomban. További szép estét kívánok mindenkinek!